Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Gabriel Barić već godinu dana služi u Grčenju. Razgovarali smo sa župnikom hrvatskog podrijetla. Sveta misa, kulturni program i hrvatski bal. Hrvati u Harkanju su proslavili jubilej. Orijentacijsko trčanje za sve. Program Erasmus Plus. Gabriel Barić je župnik hrvatskog podrijetla, trenutno na službi u Grčenju i njegovim podružnicama, gdje ga je prije godinu dana imenovao županijski biskup Laszlo Felfoldi. Kako kaže, za njega došašće adventa nije razdoblje nečinjenja, ne već aktivna 4 tjedna. Kad se može učiniti nešto važno i bolje, smirno se može više moliti. Razgovarali smo sa župnikom Gabrielom Barićem. Kad sam još bio mal, ja sam iz Martinaca, iz Gornje Martinca, i onda tamo svatko na hrvatskom jeziku priča, kad sam još ja bio mali. I ovaj novi župnik je došao kod nas u selo, i pa onda sam mislio da možda i meni treba otići, da ne budem ja pop kako i on je pop, jer jako je dobar bio. I s vama, i djecama, i ljudima. Dakle, onda sam ja mislio, kad sam još bio mali, u 7. i u 8. razredu sam onda još otišao, i onda sam ja mislio da možda i ja bih htio biti onda svećenik. No i onda prošlo je vrijeme, ja sam još radio, onda kad sam sršio u školi, onda iz menom je otišao Ladislav Bočmoj u biskupu, i onda još Majer, biskup je bio, i onda on je primio mene, i onda da nam onda mogu otići, i onda to otišao je. Dakle, ovaj novi gospodin, kad je još Ladislav bio u Martince, on kako je živio, kako je držao misu, i onda on je onda mene počeo na ovaj put da onda nek budem onda i svećenik pop. Sad sam u Grčinji, blizu iz Pečuha, tu nemaju Hrvati. Dakle, tu kad idem u selo, jel ne znam, nekam, onda ne razgovaram na hrvatskom jeziku, nego kad imam svetu misu, hrvatsku misiju, onda u svaku mjesec, u zadnji nedelju idem u Peču, u Franjevačkoj crkvi, onda držim misu. Jel ako ima, ne znam, pokop, jel u Udvardu, jel ne znam, u Kukinju, onda zoveju me na telefonu da jel mogu držati, i onda. Dakle, kad idem, ne znam, na ovaj mjesto gdje imaju Hrvate, onda mogu ja pričati i razgovarati na hrvatskom jeziku, onda vježbam ovu jezik. Okay. Pa da, pa kad idem doma, svaki tjedan još živ je moj otac u Martince, i onda uvijek ako idem u crkvi, jer pričam iz Ilijom u Martince, onda na hrvatskom jeziku pričamo, jel ne znam, ako idem nekam i onda, dakle da svakako, kad ne znam u Podravini idem, jer u Mohaču i netko me pozna, onda svakako na hrvatskom jeziku, uvijek da. Pa svakako, sad je bio Hrvatski dan, i to su držali u Martince, i onda to sam čuo ovu mislu da važno je vama da nek držimo, da mi smo Hrvati, samo nažalost to je problem da svatko otiđe u gradu. Dakle, neće nitko ostati kod kuće. I ako nemamo, onda to teško može držati se. Dobro, ako ima programe i misu i ne znam što, dobro, ali polako već dođe ovaj vrijeme da kome. Dakle, mislim, to bi bio najvažnije da to sjećamo da nismo puno, ali trebamo da držimo se još jako. Jako je veliko, 33 selo imam, pa dobro, to ne znam, ne treba na svakom mjestu držati misu, nego samo 10, ali već i to baš dosta je. Uvijek treba i nekam, dakle, uvijek ima nešto. Baš meni netko je pitao neki dan da, no pa kamo ideš? Pa imam pokopa. Opet imaš pokopa, no onda dobro, onda idin. Dakle, uvijek ima nešto raditi. Ako nema, onda drago meni da, no sad mogu odmoriti se i onda ne znam, čitati TV-u, gledati, ja ne znam što.
da prošlo je već jedan godin, jer i ja tako sjetim da primili su me i jako voleju me. Dakle, ako, no gospodine, treba je nešto, ne znam, ručak, doručak, treba vama nešto, uvijek pitaju me i onda ja to sjetim da važno je da sam tu. I meni to drago je, jako se radujem da ako ne znam što radim, onda to ima nešto da ne samo otiđe vrijeme, nego nešto mogu dati i ja mogu dobiti. Pa polako dođe, jel, Božić, meni uvijek to ima unutri, da ako neki blagdan dođe, onda to je važno da nek spremamo se. Ne samo sjedimo i ne znam, čekamo, no sad nek dođe ovaj blagdan, nego onda otiđe već, onda ne znam što i idemo dalje, nego malo nek sjedimo, nego jako smo umorni, malo nek stanemo i onda mislimo da što je ovaj blagdan, što je ovaj Božić i onda što sam ja spremao, jel sam malo više molio, jel sam nešto dobro učinio. Mislim, ja to čekam da već dođe ovaj vrijeme, da, no onda sad ja čekam, a ne samo sjedim, nego nešto važno radim. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Harkanja 29. listopada u subotu održala se jubilarna Hrvatska večer u Domu kulture Harkanj. Program je započet svetom misom, nakon koje je uslijedio kulturni program te večera i bal uz orkestar Podravka iz Martinaca. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Harkanja od 2002. godine se održava Hrvatska večer, koja svake godine okuplja mnoštvo zainteresiranih. Ova manifestacija okuplja Hrvate iz okolice Harkanja u cilju očuvanja hrvatskog identiteta i bogate hrvatske baštine. Hrvatska večer ove godine održana je zadnje subote listopada, 29. listopada. Kulturnom programu prethodilo je misno slavlje u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi, koje je predvodio velečasni Slavko Kovačević uz suslužbu harkanskog dekana župnika Ladislava Ronte. Hát ha jól tudom, ez a 20. mert azt hiszem a 19-re kimaradt, és hát ezt minden évben meg szoktuk rendezni, ilyenkor november végén, vagy november elején, vagy október végén szokott ez lenni, hát és ez ilyen hagyományőrző, hogy minden évben ilyenkor van ez a horvát este. A programok azok általában horvát népdalok, néptáncok. Lesznek itt a Horvátországból a Belisi, az egy énekar, egy férfi énekar, akkor a szalántaiak, azok táncolni, meg azt hiszem énekelni is fognak, csak tánc lesz. A kökények azok is táncolnak, és énekkar lesz a kátói, a harkányi vegyes kórus. Az iskolás gyerekek, harkányi iskolás gyerekek is szerepelnek. A mai horvát est éppen a 20. alkalommal rendezzük meg itt Harkányban, a Művelődési Házban. Éppen a bevezető szövegemben, a köszöntő szövegemben említést is fogok tenni erről. 2001-ben alakult a horvát önkormányzat itt Harkányban, és a következő év őszén rendeztük meg az első horvát estünket, amellyel az volt a célunk, hogy a környékbeli horvát település horvátjait legalább egyszer egy évben össze tudjuk gyűjteni, megmutatva egymásnak a hagyományainkat, az énekeinket és a táncaikat, nem utolsó sorban gyakorolhassuk a nyelvünket azokkal a régi ismerősökkel, akikkel talán már régebben nem találkoztunk, és ez az az alkalom, amikor mindig lehetőség volt erre. A mai program 5 órakor kezdődött a horvát nyelvű szentmisével, amelyet a határon túli Szláva Esperes plébánosul tartott. A misét az Águs Séna énekkar énekelte. A vendégek ezután fél hétre átjöttek a Művelődési Házba, és itt már várják a csoportokat és a csoportok fellépését. A Harkányban, az általános iskolában nagyon sokáig volt horvát nyelvű oktatás, most már csak szakkörként működik, de a horvát táncokat a néptánc órán a gyerekeink tanulják. Így hát az első műsorszámunk a horvát táncokról fog szólni, amelyet az iskolások mutatnak be.
majd kátói énekkar, a kórusa fog énekelni, a Szalántai Táncegyüttes, a Kökényi Táncegyüttes, mi vendéglátónk, és nem utolsó sorban Horvátországról, Beliscséről, Belami férfi kórus fog vendég szerepelni nálunk. A műsor befejezése után pedig a Podravka zenekar tart táncázat teljesen éjfélig. Mi súje pjeva o ženski pjevački zbor Agu Šenua uz orgujašku pratnju Anice Posavac. Nakon mise slijedio je kulturni program u mjesnom domu kulture Jožef Kiš. U kulturnom programu nastupilo je muško pjevačko društvo Belami iz Belišća pod ravnanjem Aleksandre Čeliković, Kud Marica iz Salante, Kud Ladislav Matušek iz Kukinja, pjevački zbor Karašica iz Katoja, učenici Harkanske škole i mješoviti pjevački zbor iz Harkanja. Hrvatski bal i plesačnicu usvirao je Martinački orkestar Podravka. A Marica Kulturális Egyesülettel érkeztem, és bosnyák táncokat fogunk előadni. 3 éves korom óta táncolok, az óvodában kezdtem, és nagy részben a családom és édesanyám miatt kezdtem táncolni. Igen, ez a saját népviseletem, és horvát leszármazottaim vannak a családban anyukám részéről. A Kátói Karasica kórus, a Karasica ugye a közelében, a falu közelében folyó kis vízfolyás, amely tulajdonképpen összeköti Magyarországot és Horvátországot. A kórus 14 éve alakult, német, magyar és horvát dalokat énekelnek. Én most az utóbbi időben főként horvát dalokat hozok a falu múltjából, tehát megkeresem azokat az adatközlőket, illetve a saját gyűjtéseimből is válogatok olyan dalokat, amiket visszahozunk egy kicsit a forgalomba. És így akkor ezen kívül persze szélesebb értelemben is, tehát a mai Baranya területéről énekelünk legtöbbet, és esetenként Horvátország területéről. A mai nap egy új összeállítással készülünk. Az első két dal a baranyai népszokásról szól, ami régen volt, a szőlőrzés szokása, ahol főként lányok vigyáztak a szőlőre, de ha ott van a szőlő, ott vannak a lányok, ott vannak a fiúk is, úgyhogy tehát ez a szőlőrzés gyakorlatilag egy ilyen szép népszokás, aminek a dalaiból mutatunk kettőt. Utána következik egy olyan dal, ami az édesanyának az aggódalma, az aggódása a leány iránt, mert hogy a szép ívó táncol a kólóban, és a leány szeretne táncolni, viszont az édesanyja aggódik, mert úgy érzi, úgy gondolja, hogy ez a szép ívó nem lesz hozzávaló, és hogy majd a végén sírni fog. Erről szól a harmadik dal, és a negyedik dal egy különlegesség olyan értelemben, hogy szinte mindenki ismeri Baranyában a Veselája és Akadia, Vidám a sokac ember, a sokac nép című dalt, és hát ez ugyanaz a dal, de egy olyan változata, ahogyan régen a dudások játszották, a dudások, akik tulajdonképpen a régi zenészeink voltak, akkor még nem zenekarok voltak, nem tambura zenekarok és hegedűsök vagy harmonikások, hanem egy dudás tudta szórakoztatni a közösséget, és ez a Veszelá és Akadia úgy fog megszólalni, ahogyan az a dudás játszott, csak én a harmonikán utánzom majd a duda hangjait. Dana 1. listopada 2022. pokrenut je novi projekt zaklade Orijentacija za Pečuh i Orijentacijskog kluba Varaždina pod naslovom Orijentacija za sve, poboljšanje visokokvalitetnih mogućnosti za volontere orijentacijskih događanja financiran iz programa Erasmus+. Radionice su održane od 18. do 20. studenog 2022. godine na području Pusta Banja, sjeveroistočno od grada Pečuha, na kojima je sudjelovalo ukupno 50 orijentacista iz hrvatskih i mađarskih orijentacijskih klubova.
A Tájfutás mindenkinek horvát-magyar projekt nyitó eseménye után az első közös rendezvényt november 19-én és 20-án tartották a Mecsekben, Kövestető körzetében. Az együttműködés célja, hogy feltérképezzék a magyarországi és horvátországi tájékozódási futórendezvények szervezése területén a képzési igényeket, javaslatokat tegyenek a módszerek optimális összehangolására és mindezek tesztelésére. Ezt követik majd a kísérleti akciók, aztán jöhet az eredmények értékelése és megosztása. A projekt fő célcsoportját azok az önkéntesek jelentik, akik bevonhatóak a tájfutó rendezvények lebonyolításába, azaz jellemzően a felnőtt és szenior sportolók, versenybírók. A projekt egy évig tart, és az Erasmus Plus program finanszírozza. Az esemény, amin most vagyunk, az az O for All című Erasmus Plus projektnek a megnyitója, és ez a Tájfutásért Pécs Alapítványnak és a Varasdini Tájfutó Klubnak a új közös projektje, ami nem előzmény nélküli. Tehát a Tájfutásért Pécs Alapítvány most már évtizedek óta működik itt Pécsett Baranyában, hogy a tájékozódási futásnak a hátterét segítsen megteremteni, akár anyagi, akár eszköz, akár térkép tudásbázis oldaláról, és az évtizedek során nagyon sokat pályáztunk, nagyon sok projektünk volt. Most már nemzetközi projektekből is azt gondolom, hogy komoly tapasztalattal rendelkezünk, és a legutóbbi két nemzetközi pályázatunk az horvát-magyar interreges pályázat volt. Ennek során ismertük meg a varasdi tájfutókat, akikkel nagyon-nagyon jó személyes és munkakapcsolat alakult ki. Így vágtunk bele ebbe az Erasmus Plus projektbe, aminek az a különlegessége számunkra, hogy ezt nem is mint sport projektet terveztük és indítottuk el, hanem mint felnőtt oktatási kezdeményezést, ugyanis a tájékozódási futásban az eseményeket, a versenyeket önkéntesek szervezik, tehát nem nagyon van úgy professzionális, hogy fizetett alkalmazottként tájfutó versenyt szervező rendező. A másik oldalról viszont az önkénteseknek nagyon-nagyon komoly tudással kell rendelkezni ahhoz, hogy egy versenyt megrendezzenek. Kezdve a térképpel kapcsolatos információk, térképpel kapcsolatos tudástól ennek az informatikai hátterétől, az OKET című tájfutó programnak a használatától, a pályakitűzésen keresztül, egyes terepeknek a jellemzői, a versenyeknek a jellemzői, hogy kell lebonyolítani egy egész rendezvényt, az engedélyeztetéstől, a helyszínen történő építkezésig, meg mondjuk az eredményközlésig, ez rengeteg fajta tudást, ismeretet igényel, és ezzel szeretnénk foglalkozni. Egészen konkrétan azt a célt tűztük ki, hogy sorra vesszük, hogy milyen ismeretekre van szüksége egy önkéntesnek egy jó tájfutóverseny rendezéséhez, és megkeressük azokat a módszereket, hogy mivel lehet ezt a tudást legjobban megszerezni, hiszen önkéntesként nincs idő arra, hogy hónapokig beüljünk az iskolapadba, és ott tanuljunk. Tehát ennek igazából egy szenior edzőtábor programot próbáltunk meg összeállítani. Ugye itt nagyon széles a kor összetétele a társaságnak, a felnőtt válogatott sportolótól egészen a 83 éves Ijász Istvánig, aki a legidősebb tagja jelenleg a pécsi tájfutásnak, és három feladat lesz a résztvevőknek. Először holnap egy csapatverseny lesz Pusztabányán, ahol különböző tudású sportolók fognak begyűjteni ellenőrzőpontokat, úgyhogy mindenki a tudásának megfelelően hosszabb, rövidebb távokat teljesítsen. Aztán délután egy érdekes feladat lesz, itt a Kövestető Hotel környékén lévő erdőt fogjuk közösen kihelyesbíteni. 11 csapat ilyen kis kertnyi területeket fog kihelyesbíteni, és fogjuk elkészíteni a
a hotel környéki erdőnek a térképét, és ezen az újonnan elkészült térképen lesz majd vasárnap egy kis váltóverseny a résztvevőknek. Tavaly körülbelül ilyenkor indítottunk el egy előadássorozatot, egy online előadássorozatot, ami azt célozta, hogy azokat a területeket, ahol fontos lenne tudást átadni tájfutóknak, önkénteseknek, olyan önkénteseknek, akik bevonhatók lennének tájfutó rendezvényeknek a szervezésébe, őket képbe hozzuk, őket képezzük. Tehát lezajlott egy ilyen szezon, az MTFS-nek van egy tapasztalata erről, hogy ezt hogyan fogadták, hogy ez a képzési forma, ez mit tud hozzátenni a magyar tájfutó társadalomnak a működéséhez, és nagyon örömteli módon a pécsiek pedig belefogtak egy olyan közös projektbe ezzel a horvát klubbal együtt, ami azt célozza, hogy megtalálják, hogy az egyes képzési területeknek mi a legalkalmasabb képzési formája. A pécsi és a varasdi tájfutó klub együttműködése hosszú évek óta tart, így a tájfutás mindenkinek elnevezésű projektre is közösen jelentkeztek. Drago nam je da smo i ove godine uključeni u projekt sa našim prijateljima iz PSKV, iz Mađarske i nadam se da ćemo produbiti ovu suradnju i raditi i na nekim drugim projektima koji su svakako važni za orijentaciju i orijentacijski sport. Evo, mi dolazimo iz Hrvatske, okupili smo jedan broj orijentacista koji su voljni se priključiti ovom jako zanimljivom projektu Erasmus Plusa, orijentacija za sve. Spremni smo pomoći, sudjelovati na način da utvrdimo znači, koje stvari nam to trebaju za organizaciju orijentacije, koji materijali su potrebni da se nauče orijentacisti što je to orijentacija, kako se orijentacijom bavi, kako eventualno napraviti samo orijentacijski događaj, orijentacijski event i eventualno potrebne materijale koje su bitni za učenje same orientacije i baviti se orientacijskim sportom. A jelen tájfutó klub három tagja is csatlakozott a projekthez, akik három nap alatt két felkészítő versenyen és több kapcsolódó workshopon és terepgyakorlaton vettek részt. Dolazim iz Jastrebarskog, iz orientacijskog kluba Jelen. Od ovog projekta očekujemo naučiti neke nove prakse i nova iskustva steći u organizaciji natjecanja i općenito edukaciji u orijentacijskom trčanju. Pa da, znači u ovoj radionici učit ćemo crtanje karte, imat ćemo neke organizacijske aktivnosti, trčat po šumi, timski rad, naglasak je na timskom radu i nadam se da ćemo mi, moji članovi, nova znanja usvojiti. A workshopok 2022. november 18-a és 20-a között zajlottak a Pécstől északkeletre fekvő Pusztabánya térségében, melyen horvát és magyar egyesületekből összesen 50 tájfutó vett részt. Hvala vam na današnjoj pažnji i vidimo se opet!